Országos szinten 38 ezeren fordultak influenza-szerű panaszokkal orvoshoz a 9. hétben, március 4-én pedig bejelentették, hogy Magyarországon is van koronavírusos beteg. A járványok és fertőzések ellen kézmosással és kézfertőtlenítéssel tehetünk a legtöbbet. Jó estét kívánok, a Belügyminisztérium épületében vagyunk. Az operatív törzs ülése után Facebook videóval jelentkezett Orbán Viktor. A miniszterelnök fél hét előtt pár perccel jelentette be, hogy megjelent Magyarországon is a koronavírus. Két fertőzöttnél igazolták a COVID-19-et. Ez a betegség hivatalos, WHO által meghatározott neve. A kínai Wuhanból indult fertőző tüdőgyulladás járvány európai epicentruma Olaszország, ahol már az összes iskolát is bezárták a koronavírus miatt. Az oktatási szünet egészen március 15-ig tart, Magyarországon pedig a március 15-i központi ünnepséget is lemondták. A hazánkkal szomszédos országokban még februárban megjelent a koronavírus, és a korábban nyilatkozó virológusok is előre látták, hogy elkerülhetetlen lesz, hogy Magyarországon is megjelenjen a COVID-19 fertőzés. A hétfő délutáni adatok alapján 9 fertőzött van hazánkban. Azt állapítottuk meg, hogy a szükséges számú kezelőszemélyzet, ápolónők, orvosok rendelkezésre állnak és fölkészültek. A védekezéshez szükséges technikai eszközök, maszkok, egyebek rendelkezésre állnak, és a helyzet kezeléséhez szükséges jogszabályok is alkalmasak arra, hogy az eljárásban résztvevők, orvosok, rendőrök, hatósági emberek, közigazgatási szakemberek el tudják végezni a munkájukat. Január végétől influenza járvány is van Magyarországon, a 9. hétben viszont már országos szinten 900 fővel kevesebben fordultak orvoshoz, mint az azt megelőző hét napban. Olvasható az ANTS honlapján. Február 24-e és március 1-e között 38 ezer volt ez a szám. 8 megyében emelkedett az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága, Szabolcs-Szatmár-Bereg viszont ahhoz a 4 területhez tartozik, ahol nem változtak érdemben a számok. A betegek több mint 70%-a 34 évnél fiatalabb. Én azt látom, hogy a fertőzöttek száma úgy nagyjából stagnál, tehát hetek óta körülbelül olyan számú fertőzött fordul hozzánk. Hát sajnos ugye az influenza egy olyan betegség, ami védőoltással megelőzhető lenne, de az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon kevesen veszik fel az oltást. Én ezt tapasztalom a saját körzetemben is, meg ugye ezt mutatják a statisztikák is évek óta. Szerintem sokkal fontosabb lenne, hogy ezekre a megelőzhető betegségekre fektessünk inkább nagyobb hangsúlyt, és vegyük fel a védőoltásokat. Dr. Újhelyi János gyermekorvos a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm. Folytassuk akkor itt, ahol abban maradt a bejátszás. Ezt tapasztaljuk a gyermekorvosi rendelőkben is, hogy kevesen élnek a védőoltás lehetőségével? Biztos, hogy így van. Én azt hiszem, hogy talán egy kivétel vagyok, mert évek óta sokszor nagyságrenddel több védőoltást adok, mint az átlag kollégák. Ezt azért tudom, mert tudom, hogy van egy kis távolságtartás ettől a védőoltástól, a felnőttek és a gyermekek vonatkozásában egyaránt, ami szinte szakmailag érthetetlen. Tehát egyszerűen van egy nagyszerű oltóanyag, amit az állam ingyen ad, és ezzel nem élnek, és ha pedig ezeket minden évben megkapná az illető, akkor gyakorlatilag egy nagy biztonságban lenne, mert bármilyen influenza variáns jelenik meg, akkor azzal nagy valószínűséggel már a védőoltás révén valamilyen szinten védett. És ugye nem beszélve a nagyon komoly következményekről. Tehát igen, kevesen veszik igénybe, én nagyon-nagyon sajnálom, mert több mint 1 200 000 oltóanyagot ad az állam ingyen. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy javaslatot tegyek a kormánynak, hogy hogy lehetne ezt áthidalni, de például áthidalhatná azt, hogy addig, míg az tart, ha nem veszik igénybe a krónikus betegek, idősek, súlyos betegek, akkor adják annak, aki igénybe veszi. De még mindig jobb, mintha visszaadják.
Tehát én szerintem ez el tudna fogyni, csak egy picit az, hogy elsősorban a krónikus betegek, elsősorban azok, akik jobban rászorulnak egészségre, de amennyiben x ideig ez nem történik, akkor meg valaki vegye föl, hát a legnagyobb bűn ezeket kidobni. Mik a legfőbb ellenérvek, ami a betegek fejében működik, és azért zárkóznak el a védőoltástól? Igazából én azt látom, hogy úgy általában van egy kis távolságtartás a védőoltások vonatkozásában. Tehát sajnos az internetnek az átka, hogy így mondjam, ott nem csak jó információk keringnek, hanem rosszak is, és ha én orvosi vonatkozásban el kell gondolkodni, akkor a jó az 5%, a rossz meg a 95%. És ugye valahogy az jobban ragad. És ugye ez is egy tudomány, hogy miért kell ezt, vagy ehhez is ismeret kell. És az emberek felszínesen ítélnek, megijesztik egymást, és egy teljesen korrekt, tökéletes oltóanyaggal nem élnek. Tehát inkább az ismerethiány, meg ezek a fals információk azok, amelyek hátráltatják. Sokan azt gondolják, hogy amit említett is, hogy változékony a vírus, egyik évben ez a fajtája, másik évben az a fajtája, akkor lehet, hogy pont nem az ellen szól a védőoltás, és emiatt aztán azt mondják, ez csak részben igaz, mert olyan nagyon gyorsan nem változnak, ugye H-meg N jelzésekkel pontosítják a vírust, és az egyik a fehérje buroknak a változékonyságát regisztrálja, a másik meg a genetikai állomány változékonyságot. Azért H3N2 meg H1N1 volt mostanában, de ezek évek óta visszatérő dolgok, és ha egy piciny változás is van, attól még az elég komoly védelmet jelent, nem 100%, 100%-os védőoltás nincsen, meg ugye nem véd más vírusokkal szemben sem az influenza elleni védőoltás, de most is például van 4 komponensű, de az ingyenes az egy 3 komponensű oltóanyag, nagyon kiváló, tehát teljesen alaptalan a félelem ezzel kapcsolatban. A másik, hogy mindig akad a közelben vagy környezetben olyan, aki beoltatta magát, aztán mégis beteg lett, tehát ezzel úgy szépen lebeszélik magukat az emberek. Létezik ilyen? Létezik ilyen, de az nem azzal a törzsel szemben volt. Tehát az előbb mondtam, hogy nem létezik 100%-os védelem, de én örülök, ha engem 90%-ba véd valami, és én meg is adom magamnak ezt az oltóanyagot minden évben, novemberben. A másik az, hogy ezek mondhatják, akik a 10%-ba vannak, vagy összefutottak egy másik kórokozóval, de az nem influenza vírus, értem? Tehát én például ami oltóanyagot beadtam az elmúlt évben, meg az idén, én azok a gyerekek között, még felnőttek is kaptak, nem volt klasszikus influenzás beteg. Tehát én nekem meggyőződésem. Az ön körzetében, hogy kevesebb a megbetegedés? Hogyne, és éppen azért azok a családok, akik ezt tudják, és tudják, hogy milyen jótékony, azok már jelentkeznek időben, és októberben kérdezik, hogy mikor jön az oltóanyag. Azok, akik valami miatt mégsem oltatják be magukat, hogyan tudják megelőzni, vagy hogyan tudják elkerülni? Mindenképpen az elsődleges megelőzéshez tartozna a védőoltás is, hogy kivédjük a fertőzést, de ha nem más, akkor a saját szervezetét kell olyan helyzetbe hozni, hogyha mégis összefut egy vírussal, akkor ne betegedjen meg, legyen egészséges, tiszta levegőjű környezetben, folyadékot, vitamint fogyasszon, de ugye, ha egy nagy agresszív vírussal találkozik, akkor ez bizony csak szerencse kérdése, különösen gondolunk itt a gyerekekre, hisz évek óta a gyakorlat, hogy a influenza megbetegedések nagy száma a gyerekközösségekben van. Egyrészt azért, mert össze vannak zárva, másrészt meg nem fertőződtek már még át a hosszú évek során, nem találkoztak ezekkel a kórokozókkal, és hát ugye emiatt óhatatlan, hogy náluk, és ebbe az évben is ugyanez volt, hogy náluk volt a nagy számú beteg. És hát nem győzünk hangsúlyozni a kézmosást, fertőtlenítést. Igen, elsősorban az influenzánál a cseppfertőzés, ugye ott elsősorban cseppfertőzés, de ugye vannak más betegségek is, vírusos betegségek, amelyeknél egyértelmű, hogy a kézzel, az élelmiszerrel is átvihetők ezek a vírusok. Nyilvánvaló, hogy az első az, hogy
hogy egészségben legyünk, a másik az, hogy akadályozzuk meg, hogy ránk ragadjanak azok a vírusok. Ugye ezt ugye a zárt közösségekben minél kevesebbet tartózkodni, a beteget, ha nyilvánvaló beteg, minél hamarabb kivenni abból a közösségből, magunk, aki betegek, felnőttek, gyermekek, az valami védő rendszerrel, egy szájmaszkkal, hát közlekedjen, ugye nagyon sokat hallunk napjaink van, hogy tüszenteni, hogy kell, meg hogy kell használni a zsebkendőt. Bizony ezek az elemi szabályok nem hiába valóak, mert ezek nagyon sokban megakadályozzák, hogy átterjedjen egy másik emberre. Hát most a koronavírus nagyon komoly aktualitását adja annak, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk. Mi a különbség? Az influenza, ugye párhuzamot szoktunk vonni, hogy igen. Influenza és koronavírus. Mi a legfontosabb különbség, ami jogossá teszi ezt a nagy ijedelmet, ami ehhez igen. kötődik? Óriási a különbség. Tehát míg az influenza vírus itt évtizedek, meg szerintem évszázadok óta fönnáll, és sorozatosan variánsaival fertőzi a populációt, most szemben állunk egy olyan, úgynevezett zoonózissal, ez egy orvosi kifejezés, ami állati kórokozó embert betegít meg. Tehát egy állati vírus embert betegít meg most először. No most mi történt? Az, hogy egy teljesen ismeretlen vírus adaptálódik az emberhez, és az ember soha ezzel nem találkozott, és nem tudjuk, hogy ez mire képes. Most látja a tudomány, hogy körülbelül miket csinál, de ez nem a végleges állapot, mert ezek változhatnak, úgynevezett mutációk, változások következhetnek be a víruson, és akkor egy egész más tulajdonságát fogja ez mutatni. Mi a leglényegesebb? Tehát egy új vírus, amivel senki nem védett. Nincs ellene védőoltás, nincs ellene hatékony gyógyszer. És akkor ugye mit lehet tenni? Csak azt lehet tenni, hogy elkerüljük, mert ezek nem is élő lények, ezek egy kis egyszerű primitív lények, van neki egy RNS ribonukleinsava, meg egy kis fehérje köpenye, bekerül a szervezetbe, és nagyon szereti a tüdőt, a légutakat, és ott elkezd iszonyatosan szaporodni, és ahol, amiben ő befészkeli magát, azt elpusztítja. Na most ennek a hatása az, hogy légszomja keletkezik valakinek is, és megfullad. Tehát ez a legnagyobb különbség, az agresszivitása, és az, hogy nagyobb a fertőző képessége, mint egy hagyományos influenzának. Tehát mikor skálán mondanánk, hogy egyes az influenza, ennek kettes, hármas a kontagiozitása, tehát hogy átterjed, vagy reprodukációs képessége. És hát ugye az, még egyszer, amit hangsúlyozok, hogy valójában egy új vírusról van szó, aminek a legnagyobb problémája az, hogy létezik. Ahhoz létezik, mert ez létezni fog holnap is, meg jövőre is, meg máskor is, és nem tudjuk, hogy mi következik belőle, és ugye látjuk, hogy a szakemberek, a világ aggodalommal figyeli, és minden intézkedést igyekszik megtenni, hogy a tovaterjedést megakadályozza, mert és bizony több-kevesebb sikerrel tudja ezt megtenni. Hát reméljük, hogy ez inkább több lesz. Reméljük, abba bízunk, igen. Doktor úr, köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk.